Sziasztok, Kongfan vagyok. Ez itt a Geek Ember. A mai képregény bemutatóban a Superman és Batman Supergirl című képregényt fogom bemutatni, ami Jeff Loeb írt és Michael Turner rajzolt. Jelenlegi történetünk félig meddig akár a közellenségek folytatásaként is felfogható, de minden esetre azután játszódik, ez 100%-ban kijelenthető. A Földet egy meteor hullás éri, és bizony a meteorok jó néhány kriptonitot hoznak magukkal. Az Igazság Ligája, az Igazság Szövetsége és a Titánok is elindultak, hogy begyűjtsék ezeket. Superman pedig a kispadról figyeli mindezt, hiszen a zöld és vörös kriptonit nincs túl jó hatással rá. Batman a Gothami öbölben gyűjti össze az értékes és veszélyes kristályokat. Közben folyamatosan Supermannel beszélget, aki szeretne segíteni neki. Ezzel természetesen az őrületbe kergetve Bruce-t. A bájcsevei nem tart sokáig, ugyanis Batman felfedez egy kriptoni űrhajót a víz alatt. Utasa nemrég hagyta el. Nem sokára egy szőke, mesztelen lány tűnik fel Gothamben, aki érthetetlen nyelven beszél és sérthetetlen. Batman a lány nyomába ered és kiüti a kriptonittal a zavarodott lányt. Természetesen megjelenik Superman is, aki érti, hogy mit beszél a kis csaj. A szőkeséget Kara-nak hívják, és ő Clark unokatestvére a Kryptonról. Csak nem egy eredet sztori, de ez bizony az. Egy újraindított, újraértelmezett modern eredet sztori Supergirlnek. A csavar a dologban az, hogy ez valójában egy Superman és Batman képregény. Így főleg az ő szűrőjükön keresztül láthatjuk, hogy Kara mihez is kezd a képességeivel. Ez az, ami kiemeli a képregényt a hagyományos eredet történetek közül. Pont úgy, mint a közellenségekben, itt is egyaránt jelen van Superman és Batman saját narrációja egy azon helyzetről. Itt is az a legérdekesebb része a képregénynek, hogy mennyire máshogy gondolkoznak ugyanazokról a dolgokról. Mennyire máshogy közelítenek meg egy problémát. Vagy éppen mit és kit látnak problémának és veszélyesnek. Kal-El nyilván örül, hogy van még egy kriptoni, aki túlélte a bolygó pusztulását, rajta és a kutyáján Krypton kívül. Ráadásul pont a rokona az. Rögtön támaszt akar neki nyújtani, segíteni. Bruce persze rögtön összeesküvést és csapdát sejt. Egy ravasz és aljas trükköt, amivel lépre akarják csalni nem csak Supermant, hanem mindenkit. Egyáltalán nem bízik Kara-ban. Minden lépését figyeli és ugrásra készen áll. Nagyon élveztem ezt a kettősséget. Batmanről és Supermanről szerintem nem is kell többet mondanom. Úgyis ismeri már őket mindenki. Sokkal érdekesebb a harmadik címszereplünk, Supergirl, azaz Kara. Bár tipikus tini vonásai vannak, akaratos, lázadó, próbálja játszani a nagylányt, de magányos is, és szeretne mindent azonnal tudni. Én nagyon kedveltem. Nem lett idegesítő a karakter, ami azért ennél az archetípusnál előfordul. Pont abban a korban van, amikor a hormonok miatt az ember bármikor képes felrobbanni. Erre még rájönnek a kriptoni gének. Szóval nem alaptalan Batman aggája a lánnyal kapcsolatban, hiszen Clark születése óta tanulja kordában tartani a képességeit, Kara pedig tiniként szembesül velük. Nem jó kombó, vigyázni kell vele. Ettől lesz igazán veszélyes. Nincs még saját énképe és befolyásolható. És nem feltétlenül az atyáskodás az, ami egy tini lányt jó úton tart. Illetve az sincs különösebben az ényére, hogy a helyzetük Kal-El-lel felcserélődött. Hiszen az volt az eredeti terv, hogy majd Kara neveli fel Kal-El-t. Ne feledjük, hogy Superman elviekben a fiatalabb. Őt csecsemőként küldték a földre a szülei. Kara akkor már tini volt, csak elsodródott a hajója és évekig hibernálva maradt. Természetesen hamar hírem egy bizonyos körökben, hogy egy újabb kriptoni érkezett a földre. És mind a jó, mind a rossz oldalon úgy gondolják egyesek, hogy jobban tudnák tanítani Karát. Szóval képbe kerül Wonder Woman és az Amazonok, hogy egy másfajta úttal és perspektívával is megismertessék Supergirlt. Bár itt is hasznos dolgokat tanul, a kioktatás és a gyerekként kezelés ugyanúgy kijár neki, ami megint csak nem tetszik neki. A nagyobb gond az, hogy Apokalipsz ura, Darkseid is megtudja, hogy létezik egy másik kriptoni, így ő is akcióba lendül, hogy szövetséges faragjon a lányból. Ebből már kitalálhattátok, hogy ő lesz a kötet ellenlábasa. Igazán mély drámákat persze nem kell várni. Ez egy könnyed akcióképregény. Piszkosó fel van pörgetve a cselekmény, mindig történik valami. Egy csomó helyszínt bejárunk, még a földről is elkeveredünk egy bizonyos ponton. Nagyon sok az akció, a harc. Ennek ellenére nem egy felületes, buta akció piff-puff a Supergirl. Attól nagyon távol áll. Olyan, mint egy jófajta hollywoodi akciófilm. Egy hamburgerfilm. Nem mondom popcornnak, mert nem szeretem a popcornt. Hamburger képregény, a jó fajtából.
Michael Turner rajzai engem sokszor Capullo és Angel Medina Spawn rajzaira emlékeztettek. Az arcok és a hajok ábrázolása szinte teljesen ugyanolyan. Illetve ő is szeret nagy képekkel dolgozni. Szépen és részletesen kidolgozva. Eltúlozva a méreteket. És mivel egy akciódús képregényről beszélünk, ez ide gyakorlatilag tökéletes. Fantasztikusan néz ki a képregény. Amikor nem történik semmi, csak beszélget néhány figura, arra is jó ránézni. Borzasztó igényes. Szépek a színek. És mivel bejárjuk Gothamet, a magányerődjét, az Amazonok szigetét, az apokalipszot, vagy éppen a Kent farmot, láthatjuk, hogy tényleg ért a rajzokhoz Turner. Mind remekül néz ki, és homlok egyenest mások. A színvilága is mindegyiknek teljesen egyedi, nem aprózták el. A karakterdizájnt is nagyon bírtam, tipikus 2000-es évek közepe. Eltúlzottan izmos pasik, topmodell kinézetű hölgyek. Jep, igencsak agyon van szexualizálva mindenki. A csajoknál rá is játszanak. Szinte mindegyikük nagyon kevés ruhában van. Egy kétoldalas rajznál pont középre van beállítva egy Amazon úgy, hogy szinte pucsít. Pedig hát vív. De még arra is ügyeltek, hogy Kara farmerjából a csípőjénél kilógjon a tangája szára. Van, aki allergiás ez ilyesmire, ezért érek ki rá. Nekem viszont jöhet az ilyesmi. A Supergirl egy remek akcióképregény. Se több, se kevesebb. Tipikus 2000-es évekbeli megvalósításban. Nem korszakalkotó, nem zseniális. Egyszerűen csak egy baromi szórakoztató, akciódús képregény. Én borzasztóan élveztem, akárcsak a belőle készült animációs filmet is. Bizony, az is van. Superman és Batman Apokalipszis címen fut idehaza, és legalább 80%-ban megegyezik a képregénnyel. Érdemes arra is ráugrani. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!